Egy hazai győzelem és egy idegenbeli vereség a Spari eddigi mérlege, és ezzel két forduló után az NB2 11. helyét foglalja a csapat. Persze még nagyon a szezon elején járunk, a végső cél pedig a másodosztályú tagságot biztosan meghosszabbító első 5 hely valamelyikének megszerzése, amiben benne van a feljutás jelentő bajnoki cím is. A klub vezetése már a távolabbi célokat is szem előtt tartja, ezt bizonyítja az a látogatás, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetségben tett a Spari menedzsmentje. Mi egy bemutatkozásra mentünk oda, mivel új tulajdonosi köre van a klubnak, az egyesületnek. Elmentünk és tiszteletünket tettük azoknál a vezetőknél, akikkel kapcsolatba kerülhetünk. Itt nem csak a vezetés, a tulajdonosi kör ment, hanem a munkatársak is, akik különböző szakterületen dolgoznak, gazdaság, marketing, stb. Nyilván engem néhányan ismertek már ott, de ebbe a funkcióban még nem voltam. De a lényeg az volt, hogy a ügyvezetőnk Sipos Zoli is jött, és végig jártuk azokat a helyeket, ahol az MLS kapcsolatba lehet velünk. Kérdezték a terveinket, célkitűzéseinket, beszélgettünk arról, hogy milyen a helyzet Nyíregyházán. Egyöntetű volt, mindenki azt mondta, hogy ebbe a városba, ebbe a stadionba kell egy jó csapat. A Nyíregyháza nem hiányozhat a futball tabelláról, úgyhogy örülnek neki, üdvözlik és figyelnek bennünket. A találkozón természetesen szó esett a legutóbbi mezőkövesdi mérkőzésen történtekről is. A meccs hajrájában nézőtéri botrány miatt néhány percig állt a játék, a fegyelmi bizottság pedig 100 000 forintos büntetés rót ki a vendégekre. Szerintem jobban fejlett ez fújva a sajtóban, mint amennyit ért az egész. Nyilván mi elmondtuk az álláspontunkat. Az, hogy milyen büntetés kap a csapat, akkor még nem tudtuk, mert a fegyelmi tárgyás este ott, hiszem 100 000 forintra büntették meg a klubot. Ezért, de hát ezt tudtuk, erre számítottunk. Nyilván, ha itt hol történik a dolog, akkor nem történt volna meg, mert itt megvan a megfelelő rendvédelem. Egy olyan pályán játszottunk, ahol nem volt biztosítva se a nézők, se a játékosok, senkinek a testépsége. Furcsálom az ő büntetéseket, de ez nem az én dolgom. Pénteken újabb rangadó vár a Sparira, a szintén nagy terveket szövegető, de a bajnokságot két vereséggel kezdő Szolnok érkezik a városi stadionba. Rosszul kezdtek, és ez attól lesz egy kicsit keményebb, mert két vereségük van, és nyilván, hogy még nem mondtak le a céljaikról. Nagyjából ugyanaz a játékos állományuk van, aki tavaly volt. Egy-két új gyerek ment oda, azt hiszem a Paksról, aztán a Fritz Attila, akit mi is szeretünk volna leigazolni. Láttuk őket játszani, hát nem lesz könnyű mérkőzés, de hát most egy se lesz, úgy látom, mert nagyon nagy a tülekedés. Itt hol vagyunk hazai pályán, kétszer, utána az Újpest jön hozzánk. Nyerni szeretnénk mind a két meccset, mert aztán Békés Csabára megyünk. Újabb hírek szerint már az is pénteken lesz, és az is tévés meccs lesz. Tehát nem győzünk kapkodni a fejünket, meg az időpontokat módosítani. De nekünk most az a cél, hogy felkészüljünk a Szolnokra. A héten egy játékos időlegesen elveszített a csapat, egy új futballista viszont 1+1 évre elkötelezte magát a klubhoz. A sérült Milan Davidov kezelésre hazautazott Szerbiába, a tavasz a Debrecentől kölcsönkapott Csorba Szabolcsot pedig mostantól ismét Sparimezben láthatják a szurkolók.